Miért szokták a gólyákat meggyűrűzni, mi okozza legtöbbször pusztulásukat? Ezekre a kérdésekre a Milvus csoport munkatársai igyekeznek választ adni a Maros megyei települések lakóinak. A sáronbergi videókamerával ellátott gólyafészek idén üresen áll, ahogyan több másik fészek is. Idén csupán 7-ben keltek ki fiókák, pedig volt olyan év, amikor 12-ben is. A gólyák falujának is nevezett Sáronberke szomszédságában egyre intenzívebbek a mezőgazdasági munkálatok, emiatt a gólyák inkább éjszakabbra fészkelnek. Ez Magyaróra és környékére irányította az ornitológusok figyelmét. A Milvus csoport munkatársai a magasba emelkednek, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Egyet lehoznak, majd felhelyezik az alumínium és a műanyag gyűrűt is. Itt le lehet olvasni távcsőre, messzire. Majd nyilvántartásba veszik. A gyűrűzés azért fontos, mert így bárhol be tudják azonosítani őket, általa hasznos információkat lehet szerezni a gólyák vonulásáról. Hát ez az első év, amikor kiterjesztettük ezt az akciót. Eddig mindig csak Sáronberke, Sárpatok, Nagyernye volt a célterület, mert itt ebből három településen elég sok fészket lehetett kis idő alatt meggyűrűzni. Azért úgy döntöttünk, hogy három napon keresztül folyik ez a gyűrűzés, és feljöttünk Régen és Dédak közé is. Romániában a gólyaállomány stabil, de számos veszélynek van kitéve. Ezek a fiókák például alig egyhetesek. Már jóval nagyobbak kellene legyenek, ám vélhetően a márciusi hideg miatt később jöttek világra. Kérdéses, hogy időben felnövekednek-e. Amennyiben igen, akkor sem lesz veszélytelen az életük, a fészkük közelében ugyanis magas feszültségű oszlop található. A szomszédban élők már több fióka elpusztulásának voltak a szemtanúi. Hát a jöttek a tavalyi kicsi gólyák, és azok a nagyok zavarták el. És akkor hirtelen mentek belő, mentek a villanyáramba, és úgy estek le. Az ornitológusok Marosvásárhelytől délre és a Nyárad mentén is folytatni fogják gyűrűzési akciójukat. A tervek szerint 150 fiókát gyűrűznek meg idén.